Az Extraliga selejtező csoportjának 6. fordulójában az az MTK látogatott Szombathelyre, mely az 5. körben 3-0-ra verte a fővárosban a Haladást. A visszavágás vágyától fűtött vasiak jól kezdték a derbit, és 25-23-ra megnyerték az első szettet. A második játszmában azonban fordult a kocka, és 25-20-szal egyenlítettek a vendégek. A folytatásban maradt a sorminta, azaz a hazaiak erőnyt szereztek, ami után a budapestiek egalizáltak. Ebből adódóan pedig 2-2 után döntőszetre került sor. Ebben aztán már egyértelműen a kék-fehérek domináltak, akik így 3-2 arányban meg is nyerték a több mint 2 órán át tartó összecsapást. Igazából a támadásunk után a védekezésük az nagyon jó volt, és állandóan felálltak. Nem találtuk mi azokat a helyeket, ahova ütnünk kellett volna a blokkban. Olykor megtaláltuk magunkat, de én úgy érzem, hogy az is nagyon hiányzott ehhez a meccshez. Küzdöttünk, és sajnos ez így sikerült. Az elveszített második szett után Mucsi Péter cserékkel próbálta meg felrázni a csapatát, ami a harmadik játszmára sikerült is neki. A folytatásban azonban már egyértelműen a légiós nélkül felálló vendégek kerültek fölénybe, akik megérdemelten nyerték meg minimális különbséggel a derbit. Az a baj ezekkel a cserékkel, hogy nem tudok egy posztra változtatni, mert a magyar szabály miatt 2 játékosnak a pályán kell lenni, és mivel hogy magyarul nincs minden posztra, ezért nem tudok úgy cserélni, ahogy kellene az adott mérkőzésre cserélni. Így voltam kénytelen duplákat változtatni, ez így jött ki. Valószínű, hogy tudtam volna ennél erősebb csapatot a mai napon pályára küldeni, de emiatt a szabály miatt nem tudtam ezt megtenni. A hazai környezetben vereséget szenvedő Szombathelyek maradtak a kvalifikációs csoport 4. helyén. Mucsi Péter együttese legközelebb április 11-én csütörtökön a bronzérmes pozíciót elfoglaló Kaposvár otthonában lép pályára.